Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket az év Princészete 2015 díj átadó ünnepségén. Dusztus Imre vagyok, a Duna Borrégió Borút Egyesület elnöke. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem Gál Péter eredetvédelemért felelős helyettes államtitkárt a miniszter úr képviseletében. Dr. Kerény János országgyűlési képviselő urat, Font Sándor országgyűlési képviselő urat, Raúl Sándor urat, a Bácskiskun megyei közgyűlés alelnökét, Tornai Tamást, a Hegykösiek Nemzeti Tanácsának elnökét, Zilai Zoltánt, a Magyar Borakadémia új elnökét, Szőke Sándor urat, a Magyar Szőlészek és Borászok Szövetségének alelnökét, Nyikos Istvánt, a díj odaítélésében közreműködő Bakhuszal stúdió vezetőjét, Leocki Ferenc urat, Soltvadkertváros polgármesterét, valamint az egyházak, a szőlészborász szakma képviselőit és a sajtó tisztelt munkatársait. Engedjük meg, hogy tisztelettel felkérjem mindenekelőtt Nyikos István urat, hogy a díj odaítélésével kapcsolatos technikai információkat megossza a jelenlévőkkel. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket a 14. év Princészete átadó ünnepségén. 2002-ben a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége javaslatára csatlakozva hozza a Magyar Borakadémia és Hegykösiek Nemzeti Tanácsa került kiírásra az év Princészete díj. A díjat pályázat útján lehet elnyerni. Ebben az évben három pincészet pályázott, a Fritman testvérek Kft-n kívül a Béres Szőlő Birtok és a Csányi Pincészet. És ebben a versengésben, ahol 185 szavazó lapot küldtünk ki az említett szervezetek tagjainak és tagvállalatainak, 79 visszaérkezett szavazat alapján a Fritman borászat nyerte el az idei év Pincészete díjat. A díj komolyságát talán az is mutatja, ha lesz módjuk, tekintsék meg az említett pincészetek honlapjait, ahol ott van mindegyiken a pályázati anyag, hogy egy nagyon komoly, marketing szempontból is értékes anyag született valamennyi pincészetnél. Tehát segít egy picit ez a díj összefoglalni azt a munkát, ami a pincészetnél történik, nem csak szakmai, hanem minden egyéb szempontból is. És a díj nem egy személynek, hanem a kollektívának a teljesítményét díjazza. Azért különleges, és azt gondolom, hogy ezért is értékes, mert egyben utat mutat, hiszen hát olyan kérdések is szerepelnek benne, ami a jövőre vonatkozik, a tervekre vonatkozik. Úgyhogy kérem Önöket, hogy ha lesz mondjuk, tekintsék majd meg ezeket a pályázatokat, ha én nem sikerült. És hát főként, amit itt hallanak, azok majd szerintem vissza fogják igazolni, hogy a magyar borászatban egy nagyon értékes díj átadására került sor mai napon. Köszönöm. Tisztelettel felkérem Gál Péter miniszteri biztost, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy tolmácsoljam dr. Fazekas Sándor miniszter úr gratulációját a győztesnek és a két helyezettnek. Azt gondolom, hogy ez a díj, illetve ahová került ez a díj, nagyon példaértékű, hiszen itt nem csak egy csapatmunkáról van szó, hanem egy családi összefogással épült igen kivételes és nagyon példamutató pincészetről. Egy olyan pincészetről, amely már évek óta bizonyít, és sokszor talán nem a legkönnyebb környezetben teszi meg, ezzel is tovább
további értéket adva annak, hogy mekkora példát mutatnak ők a közvetlen környezetnek és a tágabb környezetnek is. Igenis, Magyarország minden borvidékén lehet jó borokat készíteni, és minden borvidékén érdemes családilag is vállalkozni, és érdemes a családoknak összefogniuk, és akkor lehet ilyen szép, értékes pincészeteket létrehozni, mint amit ma is itt láthatunk. Úgyhogy még egyszer szeretnék gratulálni, és remélem, hogy még nagyon sokáig élvezhetjük a Frittmann borokat. Köszönjük szépen! Tisztelettel felkérem Font Sándor urat, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnökét, nem mellesleg Soltvadkerti polgárt, hogy mondja el köszöntő szavait. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik fontosnak tartották, hogy személyesen itt legyenek a Frittmann testvérek újabb sikerénél. Amikor ott a 90-es évek elején egy új stílust, egy új elkötelezettséget hoztak ide a Soltvadkerti borászatba, kicsit távolról figyelte őket mindenki, hogy na, ebből mi lesz. Most már tudjuk nagyjából, hogy mi lett. Az lett, hogy először utat mutattak a Soltvadkerti borászoknak, és szinte azzal a konoksággal és a ezt követő minőséggel, amellyel a termelést, majd pedig a borkészítést elvégezték, és ahol megtalálták azt a piaci területes szegmenst, amelyben igenis itt az előttem szólóktól is hallhattuk, hogy magas minőséget képviselve az Alföldről is tudunk bort bemutatni, előállítani, és a legmagasabb presztízsű fogyasztók asztalára tenni. Nos, ezt a konokságukat, elszántságunkat és minőségfejlesztést, ezt megmutatták itt először a Soltvadkertnek, és hadd nevesítsem itt továbbiakban, hogy egy fontpincészet, egy galántai pincészet, egy erdős pincészet, egy lantos pincészet próbálja azt a színvonalat elérni, utolérni, amivel a Frittmannék mindig előttük mennek. Ez már így történik az utolsó 20 évben, 25 évben. De nem csak Soltvadkertet húzta meg magával, hanem az alföldi borászatot is. Ezt nyugodtan mondhatom, hogy az a munka, amit itt elvégeztek az elmúlt 25 évben, az a teljes kunsági borvidékre kihatással van. Ezt látjuk a stílusjegyekben, és látjuk abban a utánuk követő és következő borászatokban, akik szintén meg szeretnék mutatni, hogy mit tudunk itt az Alföldön. Hála Istennek, hogy az a igény, ami az ő munkásságuk mögött van, sokszor a kutatóintézetek segítségével történik meg, sok-sok tanfolyammal, szakmai fórummal, amit ők szerveznek, hogy lássák, láttassák, hogy éppen most hol tartanak és mit kellene tenni. És az, hogy ők voltak az Alföldön az első év borásza cím kitüntetettjei, most ehhez az év borásza kitüntetett címhez párosul az év pincészete cím is, azt hiszem, hogy amit ma a magyar borászatban el lehet érni, az most már közel van ahhoz, hogy ők itt elérték. Persze a világ még számtalan meghódításra váró szállodával, pincészettel, kereskedővel rendelkezik. Ők ezt az utat is járják. Ott nincs olyan, hogy vége, többet nem lehet elérni. Ott mindig hajthatja őket az, hogy igenis ott is meg szeretnék jelenni, és tudatni, hogy Magyarországon, itt az Alföld közepén ezt a színvonalat, ezt a minőséget, ezeket a különleges magyar fajtákat, amivel ők nagyon büszkék, ezeket tudják produkálni. Gratulálok, újabb mérföldkő, jól esik ez Soltvadkertnek, és jól esik a térségbeli borásztársadalomnak. Gratulálok még egyszer a testvéreknek. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, képviselő úr. Tisztelettel felkérem Tornai Tamás urat, a HNT elnökét, hogy mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy remek díj bizonyítványát tartom a kezemben, de tekintsünk vissza egy kicsit a múltban. 400-an vágnák ki a szőlő területüket, nyilatkozta a Vadkerti újságnak Somogyi László hegybíró 10 évvel ezelőtt. Soltvadkerten 330 hektárra kértek kivágási támogatást, ez az itteni terület több mint 10%-a. Fél évvel később azt olvashatjuk,
Szerkezet átalakításra Soltvad kertről 373 pályázatot küldtek be a szőlőtermelők, összességében 481,5 hektárra, ez az országos keret 35-40%-a. Egy évvel később a vadkerti újság azt írja, ezüstérmet nyert a Fitman testvérek borászati Kft. Cabernet Sauvignon Franc 2003-as évjáratú bora a világ egyik legrangosabb borversenyén Brüsszelben. Tanulságos, miként és milyen gyorsan változhat egy történet. Ha nincsenek igazi értékek, nincsen kitartás, nincsen erő, könnyen elsodródhatunk, könnyen fordulhat rossz irányba egy ember, egy közösség, egy térség, egy ágazat. A Friedman testvérek akkor kezdtek önálló vállalkozásba, amikor elkezdődött a magyar borászat újkori veszőfutása, amikor a kényszer pusztulásra ítélt a tagjaiknak korábban szép jövedelmet biztosító szakszövetkezeteket, amikor minden bizonytalannak tűnt, amikor nem voltak receptek, amikor nem voltak a gyógyuláshoz források, akkor nem maradt más, csak a józan ész, a tenni akarás, és csak ez vezérelhetett. István és János bízott a másikban, és bízott önmagában. És talán Madács gondolatát is idézve, ők nem tanakodtak, mert ugye, ahogy írta, s határozatra jönni rá nem ér, a tett halála az okoskodás. Ők nem okoskodtak, ők nem tanakodtak, hanem bátran a kezükbe vették saját sorsukat. Aztán 3 évvel később a rendszerváltás hozott újabb kacskaringós vadhajtásokat, hiszen nagyon sok magyar jelentős borászat került külföldi kézbe, és azok tulajdonosai hoztak olyan új igéket, amelyek könnyen megtéveszthettek másokat, mutattak olyan határozottságot, amely mellett a kitartás nélkül könnyen gondolthatta reménytelennek sok magyar borászat a helyzetét. Majd 10 évvel később az uniós csatlakozás szinte a nulláról 1 millió hektoliterre növelte az olcsó bor importot. Küzdelmes időszak volt, ebből volt tehát elég. És védekezésül a magyar borászat 1989-ben megalapította az MSZBS-t, majd 1992-ben a Borakadémiát, 94-től 96-ig létrejött a hegyközségi rendszer, 1999-ben a Pannon Borműves C, és 2005-ben pedig a Windependent alakult meg. Friedmanék szinte valamennyi szervezetben szerepeltek, legtöbb szervezetben János tisztségviselő is lett, és a hátteret itthon István biztosította. A most odaítélt díj számukra nem az első. De talán mégis különlegesen fontos, mert ez nem egy személy, hanem egy csapat, jelen esetben két, a két testvérek által összeforrt család teljesítményét ismeri el. Az év vincészete díjat 14. alkalommal ítélték oda. 8. alkalommal vagyok a díj egyik átadója, ez alatt sok remek borászati vállalkozást, kiváló szakembereket és főleg nagyszerű embereket ismerhettem meg. A mostani azonban az első alkalom, amikor a két testvér közös küzdelmének eredményeként felépített virágzó vállalkozása díjazott. És külön díjat érdemelne, hogy a képzett, felkészült új generáció készen áll, hogy a küzdelme szép történet mindannyiunk örömére tovább folytatódjon. Tudjuk, a vállalkozás mögött mindig ott az ember, mögötte pedig a család, most ebből kettő is adatik. Nagyon szép ez így. Rendkívüli bölcsességre, megértésre, toleranciáraval gratulálok mindkét család valamennyi tagjának. A sikertitka nyilván a belső harmóniában keresendő, a fejlődés forrása, egymás elfogadása. Maradjon így sokáig a családban, kövessük példájukat a városban, kövessük a borvidéken, és az egész magyar borágazatban, szőlőborágazatban. Gratulálok a díjhoz! Köszönjük szépen, elnök úr! A szó most Zilai Zoltánné, aki tisztelettel felkérek arra, hogy a Magyar Bor Akadémia elnökeként méltassa a Friedman család tevékenységét. Kedves hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, különösen az ünnepelteket. Egy díj odaítélésekor feltételeket szabnak a díjat megteremtők, és a feltételek célja, hogy olyan példát tudjanak a díjjal állítani a társadalom egy szakma elé, amelyek követendőek, amelyek értéket képviselnek. Nagyon sok viszonylag objektív
feltétel is van egy díj odaítélésekor, de nagyon sok szubjektív elemmel is keveredik ez. Most személyesen egy pár percben, hogy lehetőség van méltatni az ünnepelteket, én inkább picit a szubjektívebb oldalából választanék, és kettő elemet emelek ki, amit egyébként többen érintettek, valószínűleg nem véletlenül. Ez a két dolog, két szempontrendszer, vagy két szempont, amiben az idén díjazott Frittmann testvérek pincészete mindenképpen élvonalban jár, az egyike az összefogás. Az összefogásra azt gondolom erre a példára és ennek a erőnek a felmutatására napjainkban nagyon nagy szükség van, és ők egy nagyon sokrétű összefogásnak kiváló példamutatói. Két testvér összefogása, közös munkája, két család összefogása, ugye a feleségek nagyon nem könnyű lehet, azt gondolom, én is hasonló életszituációban élek. Nagy érték, hogyha a két testvér mellett a két feleség is harmóniában és jó barátságban él, Ella és Márti, és a gyerekek is részesei ennek az összefogásnak, a család összefogásnak, Anita, Tamás, Péter, ketten teljesen a szakmába vágó végzettséggel, hát nagyszerű társai ennek az összefogásnak. Összefogást még azt gondolom érdemes a kis közösségben is említeni, ahol ők élnek, itt a városi közösségben, hiszen nem csak a saját szülőket művelik, hanem a környéken több szőlőbortermelőnek is komoly szőlőterületeiről a szőlőt fölvásárolják, szakmai segítséget nyújtanak, egy szakmai összefogásban is élvonalban vannak. A másik számomra nagyon fontos, és azt gondolom napjainkban nagyon kiemelten fontos példamutatás, az pedig, hogy valamit tenni a közért, a közjóért, a köz érdekében. És azt gondolom, ez is egy olyan üzenet, amit ez a pincészet és ezek a személyek, ez a két család most felmutat, amiben példásak és példamutatóak. Gondolhatunk csak arra, hogy a városért, amit tesznek, az előbb említettem a termelő közösséget, amiben érdemben dolgoznak, de a borvidéket is képviselik. A borvidéki tanácsban, borvidéki tanácsban aktív szakmai munkát fejtenek ki mindketten, de a helyközségek nemzeti tanácsában János elnökségi tag, elnök helyettes, a Magyar Borakadémiában, a mi szervezetünkben is alelnök János, nagyszerű versenyt szerveznek itt a településen, a cserszegi verseny, borversenyt, országos cserszegi borversenyt, tehát olyan szakmai munkákat, olyan szakmai aktivitást fejtenek ki, amivel nem csak a saját hasznukat, a saját érdeküket nézik, hanem a közösség érdekét. Azt gondolom napjainkban ez a munka, ez az aktivitás, és ez a hozzáállás, ez az életszemlélet példás nagyon fontos, és reméljük minél többen lesznek követőik. Sok jó erőt, egészséget, további harmóniát a közösségben, ahol éltek, közösségekben, ahol éltek. Ezt kívánom, és további sok sikert. Köszönöm szépen. Tisztelettel felkérem a Magyar Szőlészek Borászak Szövetségének alelnökét, Szőke Sándor urat, hogy tartsa meg köszöntőjét. Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Külön kiemelten üdvözlöm Jánost és Istvánt és kedves családját. Előttem felszólalók már majdnem mindent elmondtak, de én a személyes dolgokat úgy gondolom, hogy nem fogom kihagyni, hiszen nagyon régóta, hát nem mondom, hogy több tíz éve, nagyon régóta ismerjük egymást, és én végig kísértem és végig láttam azt a munkát, azt a rettenetes munkát, amit ők végeztek, és nem csak ők, hanem a családja is. Többször azt hiszem, hogy beszélgettünk olyan dolgokról, amikor először ők elmondták, hogy mit szeretnének, szinte az ember elgondolkodott, hogy meg lehet ezt oldani. Igen, hát először megoldották 2007-ben, amikor az év borászai lettek, majd most, és közte és előtte is rengeteg-rengeteg olyan versenyt és olyan megjelenést, amire nagyon büszkék lehetünk. Én magam is, és azt hiszem, hogy a szűkebb vadkert, és már azt hiszem, hogy aki itt él a kunsági borvidéken, nagyon büszkék lehetünk rátok, és azok is vagyunk, és én magam azt kívánom nektek, hogy vigyétek tovább ezt a zászlót, hiszen jelzitek, hogy merre kellene menni, és majd fontossági sorrendben próbálunk benneteket követni. Úgy hiszem, hogy nem csak ti, hanem a családotok itt elhangzott, szintén ez nagy dolog, hogy követ benneteket, és képviseli a szülőknek a munkáját, a példáját, és
Hát azt hiszem, hogy itt ebben az üzemben, ebben a szép környezetben, amiért most kaptátok a díjat, szinte öröm dolgozni. Öröm a borászatban is dolgozni, de ebben a környezetben remélem módja lesz mindenkinek megnézni. Öröm, és azt hiszem a díjazottakat, mikor kiválasztotta a zsűri, nagyon jó döntött, és én úgy hiszem, hogy nem csak a zsűri, hanem mi is meg fogjuk azt állapítani, hogy igen, jó helyre került, amihez én kívánok nagyon, de nagyon jó egészséget nektek és a családotoknak, és remélem, hogy nagyon sok olyan szép élményt okoztok még nekünk mindeddig. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, alelnök úr. A felszólalók sorában nem feltétlenül az utolsó, de sorban sajnos az utolsó helyen a vendéglátó város polgármestere következik. Tisztelettel felkérem Leocki Ferenc urat, Solt-Vadkert város polgármesterét, hogy ő is csatlakozzon a köszöntőkhöz. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Isten hozta önöket Solt-Vadkerten. Solt-Vadkerten a bor és a fagylalt fővárosában. Solt-Vadkerten a 2015. évi év pincészete díjjal kitüntetett Frittmann pincészetben, itt a Frittmann borházban. És Isten hozta önöket Solt-Vadkerten ezen a gyönyörű szép napon. Hallhattuk az elnök úrtól azokat az adatokat, amelyek ide vezettek. És én hadd zárom ezt a gondolatot azzal, hogy Isten hozta önöket Solt-Vadkerten az ország legnagyobb hegyközségében. Solt-Vadkert város és város önkormányzata nevében én nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 2015. évi évpincészete díj átadáson megjelent minden kedves résztvevőt, és hát természetesen külön tisztelettel és szeretettel Istvánt és Jánost, a családot és a pincészet minden dolgozóját, és természetesen mindazokat, akik eljöttek, hogy ma ezt a hétköznapot, ezt a dolgos hétköznapot ünneppé varázsoljuk. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ilyen sokan eljöttek Solt-Vadkertre. A elnök úr beszélt itt a titokról, a titok egyik szeletéről. Én kölcsönvéve Kazincitől egy gondolatot: jót s jól, ebben áll a nagy titok. Én azt látom, mikor ide a Frittmann pincészetbe jövök, vagy az Istvánnal, Jánossal, vagy a családdal találkozom, hogy az elmúlt évtizedekben, vagy talán mondhatom úgy is, ha a családra, a szülőkre, a dédszülőkre gondolok, akkor az elmúlt évszázadokban őket mindig ez a gondolat vezérelte, és ennek a gondolatnak a gyümölcseit ünnepelhetjük ma is. Ünnepelhettük, mint ahogy hallhattuk 2007-ben. Ünnepelhettük akkor, amikor ezt a szép borházat átadtuk. Ünnepelhettük akkor, amikor a pince és a feldolgozó bővítését láthattuk. És én azt remélem, hogy még nagyon hosszú ideig ünnepelhetünk, hiszen majd, ha átmegyünk a pincét megnézni, akkor láthatjuk a pincészet tulajdonosainak, vezetőinek a következőre vonatkozó terveit. Én szeretnék köszönetet mondani. Köszönetet mondani a díj odaítélőinek. Szeretnék köszönetet mondani, és egyben gratulálni a Istvánnak és a Jánosnak, a pincészet tulajdonosainak, a családnak, és külön kiemelten a feleségeknek, a gyerekeknek, akik a jövő generációt képviselik. És szeretnék külön köszönetet mondani a Frittmann pincészet minden dolgozójának, hiszen hallottuk, hogy ahhoz, hogy ezeket az eredményeket elérjük, csapatmunkára van szükség. És egyben azt kívánom, hogy mindazok a tervek, amelyek István és a János fejébe ott vannak, azok megvalósuljanak. Ehhez gratulálok, és további sok sikert kívánom, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr! Szeretném felkérni a díjat kiíró három szervezet képviselőjét, valamint a közvetítőt is. Arra legyenek kedvesek, jöjjenek ide fel a színpadra, én a háttérben állok, és szeretném felkérni a fivéreket is, hogy jöjjenek fel az átadásra. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, a hagyomány szerint
a díjazott Madarasi István szobrászművész szőlőműves című szobrát kapja meg, ami vándordíj, tehát egy évig birtokolhatja, míg a következő pincészet el nem bitorolja tőle. A ma hozta át Koch Csaba, aki az elmúlt év díjazottja volt, úgyhogy itt megtekinthető, aki szeretné. Amit viszont át is adunk, és a pincészet kincsestárába kerülhet, az a művész úr, tehát Madaras István szobrászművésznek egy kis plasztikája ugyanerről a szoborról, és egy oklevél, ami elismeri a három szervezet aláírásával ennek a díjnak, díjviselésének a jogosságát. És meg kell kérdeznem, hogy a béres szőlőbirtok, amelyik második lett ebben a versengésben, képviselője itt van-e, illetve a Csányi pincészet képviselője, aki harmadik lett. Amennyiben igen, akkor egy oklevellel szeretnénk az ő munkájukat is elismerni. És akkor megkérem, hogy adják át a kiírók a díjakat. Hát akkor kezdem, jó? Köszönjük. Tornai Tamás Csipka Jánosnak az oklevele. Szőke Sándor pedig a kis plasztikát Istvánnak, vagy fordítva, Jánosnak, bocsánat. Én pedig egy meleg készfogást. Egy meleg készfogást. Köszönöm. Gratulálunk. És gratulálunk, és akkor visszaadjuk a szót Imrének, Dusztus Imrének. Már is szeretném kérni, hogy a testvérek maradjanak. Bocsánat, a szobrot azért nem szoktuk átadni, mert ez körülbelül 70 kiló, és ez egy nehéz mozgat. De elég erősen vagyunk. És akkor most az ünnepelte ki a szó. Miután én is itt a Dunabó régiót képviselem, azért közbeiktatnék kettő mondatot. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy akkor, amikor más borvidéken, más borrégióban dolgozom, borászati szakíróként, akkor mindig hitelesen és nyugodtan mondhatom el, hogy nálunk egészen komoly összefogás van. És ennek az összefogásnak a jele az, hogy egyre több kunsági, hajósbajai, tehát Dunabó régiós borász, sajnos csongrádiakra ezt nem mondhatom el, kap szerepet a magyar borászati életben a különböző érdekvédő szervezetekben és az államigazgatásban is. Ez jelzi azt, hogy a legutóbbi két évtizedben, ahogyan azt az előttem felszólalók is elmondták, hatalmas nagy változáson ment át a Dunabó régió. Ennek az egyik jele az, hogy csak innen a szomszédból Borotáról jött át a szobor, és hát nem tudom, hogy van-e arra esély, hogy itt maradjon a régióban, de azért kívánom magunknak, hogy az itteni Soltvadkerti, illetve a kunsági és a hajósbajai borászok felvegyék a versenyt, és lássák azt a vezéralakot maguk előtt, aki ennek a családnak is a feje, bár ő az öcskös, de ő az operatív irányító, és tulajdonképpen ő az, aki az Untermann báty segítségével kimagaslik. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy lássuk őt, és pedig övé a szó, Frittmann János. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit magam, családom és a kollektíva nevében. Én úgy gondolom, ez a díj valóban a kollektíva eredménye, együttműködésének az eredménye és a családnak. Köszönöm az előttem felszólalóknak és a méltatását. Hát mikor megkezdtük ezt a borászatot, vagyis folytattuk, ahol most vagyunk, ez a szülő-nagyszülői borászatnak az átépítése, felújítása, hozzáépítése, és természetesen, ha majd véget ér ez a ünnepség része, akkor majd meg lehet nézni az új részt, ami már tulajdonképpen teljesen már mi hozzánk kötődik. Az volt a gondolatunk tulajdonképpen, hogy folytatni kell azt, amit a család elkezdett. Ugyebár az az előnye, ami azt hozta, hogy itt nem TSZ volt, hanem szakszövetkezet, magyarán megmaradtak ezek a családi pincék, ezeket újítottuk föl, de nem csak ebbe követtük, úgy gondolom, én nagyon-nagyon hagyománytisztelő vagyok, és ragaszkodom a hagyományokhoz.
látszik a szőlőfajtáknál is, ugyebár amivel itten a bátyámmal döntöttünk, hogy mely fajtákat visztük tovább. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb értékei voltak a régebben a magyar, a soltvadkerti szőlészetnek, ezekhez ragaszkodunk. Ragaszkodunk az új magyar fajtákhoz, csodálatos nemesítőjeink vannak, akik nemesi voltak, akik nemesítettek is vannak, akik dolgoznak kutatóként ebbe az ágazatba, csak nagy köszönettel tartozunk nekik, az ő munkájuk nagyba hozzásegítettek ahhoz, hogy a borvidékünk és a borászatunk sikeres lett. Csak mindenkinek itt javaslom, van egy Karolusz fajta csemegeszőlő, Bakonyi Károly által. Nagyon tisztelt Bakonyi Károlynak az egyik nemesítése, meg lehet kóstolni mag nélküli szőlője van, csak itt ezt gyorsan elmondtam még közt. Én úgy gondolom, és nem elutasítva a világfajtákat is, én úgy gondolom, hogy olyan borászatot szerettünk volna, szeretnénk működtetni, mely azokat a borokat készíti el, melyeket szívesen fogyasztunk. Nem azokat a borokat, amelyekről csak jókat lehet mondani, vagy beszél, jókat lehet nyilatkozni, de igazán nem szívesen fogyasztjuk el őket. Én ugye a bornak a legfőbb ismervénye az, hogy szívesen megisszuk. Mi ezt követjük, ezt próbáljuk készíteni. Természetesen vannak olyan borok, amiket csak ünnep alkalmából fogyasztanak, mert olyan árérték, ilyen borunk is van, de nem erről szól a mi borászatunk. Én ugye a régiónak és a magyar borászatnak az egyik legnagyobb értéke, hogy rendkívül zamatos szőleink vannak, ebből rendkívül zamatos, jó gyümölcsös borokat lehet készíteni. Ezt szeretnénk mindenkinek az asztalára tenni. Ehhez kellene kiváló szőlők, szőlőtermelők, és ugye vár alázatos borászat kell, aki próbálja minden évben az adott gyümölcsből a legjobbat kihozni. Hát igazán nekünk ez volt annak idején is a tervünk. Természetesen nem tudtuk, hogy hova tudunk eljutni, vagy hova jutunk el, de megvoltak az elképzeléseink. Volt, aki annak idején megmosolygott minket, de már úgy gondolom, hogy ezen túlléptünk. Én úgy gondolom, csodálatos helyen lakunk, megvannak a magunk hátrányai, de rengeteg előnnyel is jár, úgyhogy mi szeretünk, én legalábbis biztos még a családunk szeret itt élni, szeret ezekből a szőlőkkel, ezekkel a gyümölcsökkel foglalkozni, és kívánom azt, hogy tényleg azok a borászatok, akik már nagyon-nagyon komoly borokat készítenek, itt Soltvadkert és a kunsági borvidéken, ők is sikeresek legyenek, ne csak borversenyeken, egyéb elismeréseken. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy megtisztelt azzal, hogy elfogadta a meghívásunkat. És kint majd folytatnánk, ha átmegyünk. Kicsit itt szűkösebb vagyunk, elnézést kérünk, de úgy gondoltuk, ez a legjobb helye ennek a rendezvénynek, a megszervezésének, mivel ez tényleg ezer szállal kötődik a múltunkhoz, szülők, nagyszülőkhöz, én nekem ez mindig kicsit ilyenkor elérzékenyülök, úgyhogy át szeretném benne szólt a bátyámnak. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget magam és családtagjaink nevében. Valóban minden elhangzott már, mit is mondhatna még az ember, vagy mit tegyen hozzá. Senki nem hagyott ki senkit, és ez nagyon jól esett hallani, tapasztalni, hogy mindenki annyira látja, érzi hogy a családi összefogásnak, és mondhatni a település összefogásának köszönhetően tudtunk mindig előre haladni. Természetesen hát ebben munkát végeztünk mi is, meg fogunk is, meg szeretnénk is, de nem hanyagolható el talán az a mozzanat, amit nem mindig kellemes megemlíteni, testvérem utalt rá. Ugye a szülői háttérrel indultunk valamikor, édesapánk korán meghalt, édesanyánk vitt a gazdaságot tovább. Ő rá is szeretettel gondolunk és emlékezünk, ha ő nem lett volna, talán mi se tudtuk volna ezt folytatni. És mindazokra szeretettel gondolunk, akik nem lehetnek itt, nem tudtak itt lenni, nem fértek el. Mint ahogy a testvérem is említette, kicsit szűkösen vagyunk, de a szívünkben sokkal nagyobb a hely, és ebből kifolyólag talán sokkal többen is elférhettünk volna, de ennyit így tudtuk megoldani. És hát a fiatalok tovább lépését se szeretném kihagyni, többek közt abból a meggondolásból, hogy a lányunk a legidősebb a fiatal családtagjaink között, és ő nem a borászat környezetében dolgozik, de nagyon szépen megállja a helyét, és hallad előre, támogat bennünket is, mi is őtet. Továbbra is egyébként a fiatalokra kell támaszkodnunk, számítanunk, nem csak a mi borászatunkban, örömmel látjuk, tapasztaljuk, hogy a többi borászatnál is vannak fiatalok, dolgoznak, foglalkoznak a szőlőfajtákkal, a borokkal, a világba való megjelenés lehetőségét nem hagyja ki ma senki sem, de ez fontos azért, hogy vigyék a hírt tovább, és Soltvadkert egy picit legyen egy picit központi hely, vagy lehessen központi hely, mert ha van egy központi hely, akkor az kapcsolódhat több más is, és ha több más is kapcsolódik, akkor többnek lesz lehetősége. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, nem húznám az időt, a beígért látványosságokat és érdekességeket szívesen mutatjuk, állunk rendelkezésükre,
örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat, és továbbra is szeretnénk, ha jól éreznék magukat itt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a Frittmann testvérek érzelemgazdag hozzászólását, és szeretném visszaadni a szót Tornai Tamásnak, mert bejelenteni valója van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai nap nem csak azért különleges, mert két remek, egykor elindult fiatal ember alkotását látjuk itt, akik ugye ma is nagy lendülettel viszik tovább a munkát, hanem a díj is vándorol, de nem csak akként, hogy egyik díjazattól a másikig, hanem el kell mondanom, hogy a 14 évvel ezelőtt a díjat valakinek ki kellett találni, valakinek azt meg kellett szerkeszteni, valakinek ahhoz támogatókat kellett találni, valakiket meg kellett győzni arról, hogy ez a díj az érték, és ennek mi is a szellemisége. És ez nem más, mint dr. Nyikos István. Aki... Jó. Tehát egyrészt megérdemli a tapsot, másrészt szeretném elmondani, hogy ő úgy gondolta, hogy ezt a díjat, mint egy stafétabotot át kellene adni, ennek a díjnek a gondozását, és megkérte a hegyközségek nemzeti tanácsát, megbeszélve az MSZBS-szel, és megbeszélve a Borakadémiával, hogy a HNT legyen ennek gondozója. Úgyhogy én most itt ünnepélyesen a HNT nevében szeretném megköszönni Nyikos Istvánnak a 14 éves, ezen a területen végzett 14 éves munkáját, a magyar szőlő és borkultúra, borgazdaság érdekében kifejtett tevékenységét, és ígérem a HNT nevében, hogy a díjnak továbbra is gondozói leszünk, az értékét úgy visszük tovább, hogy büszkék legyenek rá a mostani díjazottak és az előzőek a díjakat elnyert személyek és vállalkozások is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Tamás, és köszönjük szépen dr. Nyikosnak is ezt a 14 éve. Azért mondom. Az ünnepi ceremónia tulajdonképpen ezzel az aktussal, hogy egy doktorátus bejelentése is megtörtént, egy rövid védéssel együtt befejeződött, és itt fönt átadjuk a szót a Doc Pianónak, szegedi muzsikus barátainknak. A főszerep változatlanul Frittmannéké, mert János és István kisebb és nagyobb csoportokban kalauzolja az arra vállalkozókat itt a pincészetnek, a borászatnak a területén. Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer a Frittmannéknek. És mindenkit szeretettel válunk a borászatnak a másik oldalán, aki ismeri is a borászatot, de aki nem ismeri, az tényleg eljöhet a család különböző tagjaival szétnézni, bemutatnánk a pincénket, de mindenkit szeretettel válunk egy fogadásra majd a borászatnak a másik udvarába. Köszönöm.